Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna támogatóinak, a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornának a jövőjét, illetve működését. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szabinak, Zoltán Hunyadválinak, Sanyinak, Dávid Papnak, Robert Körösinek, Erik Nagynak, Versohunnak, Trinessus Gaming Pubnak, illetve Tominak, hogy támogatják a csatornának a működését, illetve a jövőjét. Illetve, hogyha ti is szeretnétek vásárolni csatorna tagságot, akár már 200 forintért is tudtok, linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok. Ebben a mai videóban pedig a Döviárnak fogunk reagálni a Once Human-es bemutató, élménykibeszélő videójához, mert ugye rólam lehet tudni, én nézek Döviárt, nekem tényleg semmi bajom nincs a Döviárral, én szeretem őket nézni, tényleg jó tartalmat gyártanak. Viszont itt ebben a videóban elhangzottak olyan dolgok a játékkal kapcsolatban, amivel viszont nem feltétlenül értek egyet, és mivel őket nagyon sokan nézik, nagyon sok embernek elvetik a kedvét a játéktól, ami szerintem barom jó, mert ugye a játék barom jó, az, hogy elveszik másoknak a véleményét a játéktól, az már kevésbé, de nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele. Erre a kis részre szeretnék itt reagálni. Természetesen a The VR podcastjét, tehát ezt a videót megtaláljátok a leírásban, és ezt szeretném mindenféleképpen mondani így a videó elején. Nekem semmi bajom a The VR-ral, semmi bajom Nessája, se semmi ilyesmi. Én szimplán szeretnék reagálni érdemben a játékról szóló véleményükre, illetve reakciójukra, és hozzátenni az én kis monológomat, illetőleges, hogy én ki szeretném egészíteni valamivel, akkor kiegészítem. Úgyhogy nem is húznám tovább a szót, nézzük is. Mi a baj? Neked különösen. Az élőkkel... Amíg beszélek, folyamatosan figyeljétek majd Pisti arcát, mert hogy... A Life is Strange-ről fogsz beszélni? Nem, az... Á, nem. Igen? Az, a Once Human-t kipróbáltam. Mikor? Valamelyik nap azon gondolom, hogy én is megnézem, de akkor jó, hogy nem tettem. Nézd csak, menj nyugodtan! Ha nem lennék itt... Miért? Ezt most nem értem. Tehát a Once Human nem egy rossz játék. A nagyon sokan játszanak a játékkal, Magyarországon is, külföldi szintéren is, felkapott játék, folyamatosan jönnek hozzá a kontentek. Tehát nincs olyan hír, hogy a Once Human rossz, vagy hogy a Once Human ne játszatok, vagy, tehát nincs ilyen, tehát nincs rossz híre a Once Human-nek. A Once Human-nek jelenleg jó híre van az interneten, hogy ez egy jó játék, értitek? Szóval, hogy így ezt mondjuk nem feltétlenül értem, hogy most mire fel ez a jaj, de jó, hogy nem játszottam vele, meg hogy Pisti az alapból úgy szokott hozzáni néha bizonyos játékok az, hogy neki van egy zsanra, van egy műfaj, amit szeret, és akkor a többi játéka nem játszik, ez érthető, nem muszáj olyan játéka játszani, amit nem szeret, csak hogy így nem értem most ezt a reakciót, tehát hogy Nincs semmi a Once Human-nál, hogy így úristen, ne játsszál vele, mert rossz játék vagy. Most nem értem, nem vágom most, mi van. Azon kevésbé lepődnék meg, ha te megnéznéd egyébként. És mikor próbáltad a Once Human-t? 5 évvel ezelőtt? Nem. Én akkor próbáltam, már biztos. Te már láttad akkor ezt a játékot. Én már többször láttam ezt a játékot. Na, nem ám. Óvatosan, Pisti, mert megint nagyon kapni fogod, mert nagyon sokan játszanak ezzel a videójátékkal. És pont ezért csinálom ezt a videót, mert hát ilyen, amit itt nézett, volt pár olyan dolog, amit így elmondtak a videóban, és aha, jó, hát ezt csak nem kéne szó nélkül hagyni. Természetesen, mint mondtam, ez így a játékra vonatkozik, tehát nem rájuk. Ők elmondták, hogy ők hogyan vélekednek erről, ugye. Így, aki mondjuk én, aki több mint 200 óránál járok, így szeretném azért elmondani én is a véleményemet ezzel kapcsolatban, hiszen ők el is mondják majd itt a videóban, hogy hát legalábbis nem ők, igazából Nessa, hogy ő nem játszott valami sokat a játék, ezt azért tegyük hozzá. Tehát, igen. És bizony, ez azt jelenti, hogy nagyon jó. Hát ezt én nem állítottam. Hogy Nessa? Ezt én nem állítottam, viszont pont emiatt kíváncsi voltam rá. Ugye már mikor a legutóbbi aputest volt, akkor a Once Human már megjelent, de nem terveztem egyébként játszani vele, de látom, hogy milyen sokan nyomják egyébként. Így van, amúgy sokan nyomják. Nézők közül is, meg sok magyar street. De hogy annyira sokan nyomják, hogy a szerverek tele vannak. Tele vannak. Ugye sokan panaszkodtak mindig, hogy nem tudtuk ugyanarra a szerverre feljönni, ahol mi játszunk, azért, mert konkrétan tele vannak a szerverek. Tehát csutkán tele vannak a szerverek, folyamatosan hoznak létre újabb szervereket, és még így is tele van a játék. Mert külföldi streamer is játszotta, úgyhogy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy das ist was. Ami egyértelmű, hogy ez egy olyan MMO túlélő játék, amiben minden is van,
és minden is van szarás, igen, én nem tudom szebben és cizelláltabban megfogalmazni, sajnálom. Tehát az alap jól megszokott bejáratott survival elemek, van éjség, szomjúság, fáradtság, stb. És lehet benne építeni. Tehát ez az alap, és van benne egy rohadt nagy open world. Nagyon fontos egyébként azoknak, akik ezzel játszanak, hogy tehát én az elejét tudom elmondani a játéknak, az endgame-ről most nem fogunk beszélgetni. És ez nagyon fontos, ez fontos. Ez fontos, de ez jó, hogy elmondta, és egyébként amit eddig mondott, azzal egyet értek. Tényleg alapjában körbeért a játékot, ezzel nincsen semmi probléma, úgyhogy nézzük is. És elképesztően sok content, tehát hogy nagy a map, minden kisvárosban tudod a tipikus open world dolgok, tehát hogy minden kisvárosban ládák vannak, lootok vannak, beérsz oda, ki van írva, ezeket tudod megcsinálni, tehát hogy ötvözve van a survival. Igen, tehát azért nem ennyire egyszerű a játék, mint ahogy itt az elhangzott, tehát igen, vannak különböző városok, ez tény és való, vannak különböző küldetések, ez így van, viszont minden város más-más területen helyezkedik el, más bájomba, az ugye lehet sivatag, lehet erdős, ugye mások az ellenfelek, ugye attól függően, hogy milyen területen vagy, milyen szintű területen vagy, ugye itt lehetnek szörnyek, lehetnek katonák, ugye az is nagyon fontos, hogy milyen elitek vannak az adott területen, úgyhogy hát igen, tehát itt azért nem ennyire egyszerű a játék, hogy bemész egy városba, és akkor vannak ládek, és akkor lootolsz. Persze benne van a játékban, de hogy ez azért több rétűbb, ez nagyon sok dologtól függ, változó az enemy, változó a környezet, úgyhogy itt azért vannak még bőven dolgok, amiket így fel lehet hozni ezzel kapcsolatban. A game egy ilyen open world RPG-szerű map dizájnnal, hogy rengeteg teljesíthető sidequest, gyűjtögethető cuccok. Van ebben is egy ilyen pet mechanika, tehát hogy tudsz ilyen segítőket gyűjteni, akik gyűjtik neked a nyersanyagot, meg van ilyen takarító pet, meg cica, ami csak jól néz ki, mert egy nagy cica, és milyen jó, hogy ott sétálgat a házad körül. Ezt is akartam kérdezni, ezek is ilyen temus pokémonok, vagy ez valami más? Még mielőtt itt áttérünk a deviánsokra, azt viszont ugye elmondta Nessai, hogy lehet mindent gyűjteni, össze-vissza szinte mindent lehet farmolni, gyűjteni, meg minden achievementeket, meg mindent csinálni, és azt azért tegyük hozzá, hogy a játékban az itemek nagy része nem useless. Ez azt jelenti, hogy ha te valamit a játékban lootolsz, azt te fel tudod használni craftoláshoz, javításhoz, vagy le tudod bontani, a későbbiekben abból tudsz craftolni. Tehát a játékban olyan tárgyakat nem tudsz lootolni, ami neked a későbbiek során nem lesz, amire neked a későbbiek során nem lesz szükséged, vagy nem tudod felhasználni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy mindamellett, hogy nagyon sok dolgot craftolsz, vagy mindamellett, hogy nagyon sok dolgot lootolsz, szerzel, portyázás közben, vagy küldetésezés közben, ezeknek te nagy részét, ténylegesen nagy részét felhasználod, javítasz, craftolsz bele, utángyártasz, újabb ammót, stb. Amit esetleg meg eltárolsz, vagy nem tudod használni, azt majd a későbbiek folyamán fogod tudni. Ez fontos, hogy a játékban ez egy, amellett, hogy konkrétan a játék tényleg abból áll, hogy küldetés, farm, megvan ennek a megfelelő menete, a megfelelő szintjei, és élvezhető. Tehát tényleg nem egy monoton játékról beszélünk. Amúgy az, de nem, mert nem ilyen. Tehát az art style azért nagy különbséget tesz, hogy ez egy fotorealisztikus játék. Tehát világos. Már kevésbé jut eszedbe a Pokémon 1-ből. Tehát ez a játék alapból azért sikeres, mert... Közben itt a deviánsok egyébként, hát igen, még igazuk volt, ezt ugye már láthattuk a Palworld-be is. Úgyhogy itt is igazából ez történik, ugyanaz van. Palworld, vannak ugye állatkáink, akik a területünkön bizonyos dolgokat képesek csinálni, vagy pedig vannak azok, akik velünk jönnek, például hillelnek, támadnak, és egyéb dolgokra képesek. Úgyhogy itt alapjában ezzel nem volt probléma. Mindent így összegyúrtak egy ilyen nagy masszává, és ezt így belerakták egy játékba, hogy survival építős, RPG-s lövős, gyűjtögetős, pokémonos, kraftolós, és minden van benne. Uh-huh. Engem kiégett, mert minden van benne, de igazából egy kicsit semmi. Itt volt egy olyan pont, amivel nagyon nagy butaságot mondott Nessai, már bocsánat. Tehát amikor... Azért játsszák sokan ezt a játékot, mert mindenből van benne minden. Na most azért, mert egy játékba
másolnak bele dolgokat és beleteszik, nem jelenti azt, hogy működik. Vannak benne bosszok, mint mondjuk a többi játékban? Igen. Jól meg vannak csinálva a boss fightok a játékban? Igen. Meg kell tanulni a boss taktikát? Igen. Vannak benne deviánsok, amik idézőjeles pokémonok, mint mondjuk a Pokémonba vagy a Palworldbe? Igen. Jól meg vannak csinálva? Igen. Tehát, hogy itt nem csak azon van a hangsúly, hogy jaj, összegyúrtunk egy játékot, és van, és létezik, és akkor olcsó játék hülye gyerekeknek, hanem tényleg kaptunk egy olyan ingyenes játékot, még egyszer kihangsúlyozom, egy ingyenes játékot, amiben olyan funkciók, olyan lételemi funkciók, olyan hasznos funkciók vannak benne, amit már más videójátékokban persze láttunk rengetegszer, de itt van és működik. Tehát mindaz a sok content, az a sok tartalom, ami a játékban elérhető, az minőségi tartalom. Persze, nem mondom azt, hogy nincsenek bugok, nincsenek hibák, de az tényleg minőségi tartalom. Én napi szinten játszok ezzel a játékkal, napi szinten streamelek róla, folyamatosan csinálom róla a videókat. Én már több mint 200 óránál tartok. Én tudom jól, hogy miről beszélek. Én imádom a játékban az építősrészt. Vannak vele gondok? Igen. Kell javítani az építősrészt, de jelenlegi formájában el lehet vele lenni több órán keresztül, élvezhető. A lootolás élvezhető a játékban? Szerintem igen. Tényleg úgy megcsinálták, mint a Divisionben, mész, portyázgasz, ölöd a zombikat, lootolsz, összerakod magadnak a cuccidat, meg lekraftolod a saját fegyveredet, lekraftolod a saját ruhádat, fejleszted, abba belerakod a modokat, szetteket raksz össze, mint egy MMO-ba, elmész boss fightolni, megtanulod a boss taktikát, elmentek többen, elmentek egy hard boss-t, egy pro boss-t, vagy akár elmentek prime warozni, ahol az egész szerver harcol a bossok ellen. Tehát tényleg azt a sok dolgot, amit összegyúrtak, azt tényleg jól megcsinálták. Tehát nem csak az, hogy jaj, beleraktunk valamit valahonnan, és akkor jaj, ingyenes, akkor jaj, mert sokan játszak vele, mert sok jó helyről beraktunk jó dolgokat, aztán nem. Tehát itt tényleg beleraktak jó dolgokat, jól megvalósították őket, és tényleg nagyon sok játékos azért játszik a játékkal, azért növekszik folyamatosan a játékos bázis, mert mind a mellett, hogy jó funkciók vannak, hasznos funkciók vannak a játékban, ezek tényleg élvezhetőek. Tehát mindenki megtalálja a játékba azt, amit szeret. Portyázni szeret, sportyázol. Házat építesz. Bossozol, prime warozol. A klánnal csinálsz dolgokat, akkor azzal. Tele van, tényleg tele van a játék. Tele van contenttel. Mindenki megtalálja, amire szüksége van. És mindegyik content a maga módján lenyűgöző. Tehát mindenki megtalálja azt, amit szeretne, és azzal tényleg nagyon sok időt el tud tölteni. Úgyhogy ezzel nem feltétlenül értek egyet, hogy csak azért jó a játék, mert sok minden onnan beleraktak mindent, mert ezt tényleg jól megvalósították. Skill tree van benne, külön skill tree van a építésre, kraftolásra, azon belül 85 millió talent, van benne 85 ezer recept, mert receptet tudsz gyűjteni, építésreceptet, hogy kiskonyhád legyen, fegyverreceptet, hogy rocket launcheröd legyen, azokban modokat is lehet kraftolni. Mindent okay. Lehet kraftolni, mindenbe lehet modot kraftolni, abból is. Igen, és ugye itt is nem mondanak egy nagyon fontos dolgot. Ez a játék, ez vipe-os. Ez azt jelenti, hogy ha vége van az adott seasonnek, neked újra el kell menni 50-es szintig. Ugye elbukod, ami akkor nálad volt. Kivétel, hogyha ugye te ezt átviszed a következő seasonre, ugye megvannak szabad, hogy milyen itemeket vihetsz át, ugye currency-t, illetőlegesen például a tervrajzokat, amikről itt szóval ezeket át lehet vinni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden egyes tervrajz, amit te a játékba szerzel, bútor, fegyver, gear, bármilyen tervrajz, azt te át tudod vinni a következő seasonre. Ergo, minél többet találsz ezekből, az neked annál jobb. Mert itt most úgy adják elő, hogy jaj, mindenből tervrajzokat kapsz, mindenből folyamatosan orbaszájba kapod, de ez egy tök jó dolog, mert ez elmentődik, ott marad. Ezt a későbbiekben te bármikor le tudod kraftolni, bármikor le tudod tenni, vagy le tudod menteni akár a házadat is tervrajzba, és azt le tudod tenni. Tehát a tervrajzok ebben a játékban baromira jó funkciót töltenek be, és működnek a maguk módján. Tehát el tudom képzelni, mondjuk ez Nexine-nak mondjuk nem tetszik, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó funkció, és azt tényleg, hogy te le tudsz menteni dolgokat, mondjuk le tudod menteni a házadat egy tervrajzba, vagy átvidd a következő seasonre, vagy el tudod vinni A-ból B-be a házadat, mert éppen lemented, vagy mondjuk te megszereztél egy fegyvert, és nincs olyan, hogy eltörik, vagy ilyesmi, mert nem tényleg ott van bármikor, le tudod kraftolni, mert megvan a tervrajza, az egy baromira jó funkció, és nekem például nagyon tetszik. Vagy 85 ezer achievement fa,
Tehát elmész egy fa mellett, 50 XP, 2 lila kristály, 3 zöld nyulacska, klémelt be. Hát egy MMO, jól beszélünk. Mert ugye bármi nekem a menübe világít, akkor ott valami új dolog van. Alig van valami amúgy a képet, amikor így játszol. Az jó, a menürendszer, ha mondjuk megnyomod az eszképet, és hogy menüből mennyi a menübe, az talán tényleg idegesítő. Ebbe egyetértek. Azt én sem szeretem, amikor menüből kell menübe menni, és jaj, kattints ide, kattints oda, és már azt se tudod, hova kell kattintani. Nagyon sokszor ilyen a mai napig egyébként, nem tudom, hogy kell bemenni a Season Goal-ba, nagyon sokszor a mai napig nem tudom, hogy kell bemenni a Battle Pass-ba, a Season Shop-ba, mert egyszer összezavarodok a menükbe. Ezt nem szeretem. Se a Once Human-be, se semmilyen olyan játékba, ahol menübe lépkedni. Nem. Tehát oldjátok meg, egyszerűbben, sokkal egyszerűbben ki lehet vitelezni, ez nem tetszik. Viszont amit ugye itt majd elmondanak, de akkor nézzük is tovább. Nézd meg, hogy látszik, hogy mi a fasz csinálsz. Van 85 ezer currency. De ezzel is értem, hogy mi a baj, hogy mennyiféle állókolható dolog van, és ez baj. Tehát baj az, hogy content van a játékban. Mennyi állokkolható dolog van? Mi legyen kevés? Egy videójátékban legyen kevés tartalom, amit ki tudsz állokkolni és használni. Ezeket te kiállokkolod, amikor fejlődsz, le tudod rakni, le tudod craftolni, tudod használni. Tehát, hogy nem értem. Az összeset kapod folyamatosan. De nem is a skill, hanem amikor az előbb kint volt. Hol nem volt írva dolog, bazd meg? Nézek, mi a faszom? Hol nem volt írva dolog? Tehát bal oldalt lent látok egy csetet. Bal oldalt fent látom a küldetéseket. Igen? Ez nektek zsúfolt? Mert hogy zsúfolt az, hogy van egy cset a képernyőn is küldetések? Mert akkor igazából a legtöbb online MMORPG-vel, vagy a legtöbb online MMO-val nem hiszem, hogy így szívesen játszotok. Tehát, hogy ez nem csak ebben a játékban van, a Call of Duty-ban is írja a küldetés neked bal oldalt. A Call of Duty-ban is szokott lenni chat. Értitek? Szóval, hogy igen, általában a játékokban van chat, valahol mutatja a küldetéseket, és megy minimap. Ez zsúfolt? Ez valakinek zsúfolt? Mármint, hogy én értem, hogyha kiakadnának, érted, hogy mondjuk ilyen nagy futószalagon 3D-s szövegekkel menne, hogy menj ide, menj oda, tele az inventoryd, vagy nem tudom, ilyen nagy effektekkel ugrálnának be a dolgok, hogyha valamit csinálsz, az zavaró lenne, de hogy szerintem ez tökre letisztult és modern. Én nagyon sok MMO-val játszottam világ életembe, játszok is, próbálok is ki játékokat, MMO-kat főleg, és százszor undorítóbb menüelosztást láttam már a főképernyőn, inventory, térkép, chat, így konkrétan a fele képernyőt kitakarta, itt, ha konkrétan a képernyő közepét nézed, kb. Észre se veszed, hogy van ott valami. Tehát, hogy... És ez az, ami engem de nagyon irányzott chat, a játékból. Nem? Mi az, ami chat? Igen, mert hogy ugye MMO, tehát ilyen world chat is van. És találkozol akkor rendes playerek? Így van, tehát ez real MMO. Tehát vannak szerverek, a szervereken belül ugye vannak layerek, tehát lehet, hogy egy szerveren vagy valakivel, de nem egy layeren. A layert lehet váltani. Olyan, mint a CH mondjuk a Metinbe. Channel-ök, értitek? A szerver az meg ugye fix. Tehát a layer azért van, hogy elférjetek egy szerveren belül, de hogy ne legyen tömeg. De abban tudsz váltani, a szervert meg ki kell választani az elején, hogy ki kell, vagy ugye egy realmen. Ha már szóba hoztatok, hogy mennyi minden van a képernyőn, engem ilyen apróságok tudnak teljesen kiirtani egy videójátékból, mert hülye vagyok, mert a fejemre estem gyerekkoromban. Engem ez a betűtípus, amit ott a chatben meg bal fölül látsz, ez nem tudom, hogy ez a Times New Roman, de biztos az első ötben van, amit a Word-ben látsz. Ezt úgy szeretem, ne szeret... De most ez komoly. Az a baj, tényleg nem szeretnék... Tehát én csak el akartam mondani a véleményemet ezzel a videóval kapcsolatban, és megmondom, én itt már eddig nem néztem a videót, én itt már jóval visszább néztem a videót, tehát én már túlmentem ezen, de hogy most ilyenekbe kötünk bele, hogy úristen, a küldetések milyen betűtípussal vannak írva. Miért nem látszik a küldetés? Nem tudod elolvasni? Én direkt kis ablakban nézem a videót, el tudom olvasni, mi van odaírva, még azt is el tudom olvasni, hogy melyik betű van ott. Tehát nem mondja nekem senki azt, hogy ez a betűstílus nem kirívó, és nem látszik rendesen.
Persze, lehetne mondjuk félkövér a betű, vagy kicsivel nagyobb. De, értitek, én 200 óra alatt egyszer se panaszkodtam azért, hogy basszus nem tetszik a betű stílus a játékba, vagy basszus nem tetszik, hogy a képernyőmön ilyen kevés ikon van, vagy nem tudom, ki lehet kapcsolni a chatet, kisebbre lehet venni a hádot, be lehet állítani, hogy egy csomó dolog ne látszódjon, de tehát, hogy itt már tényleg olyan dolgokról van szó, olyan dolgokról beszélnek, ami amúgy szerintem bullshit. Bullshit. Ez már másodjára hozott fel játékokat, de amúgy teljesen egyetért. Engem. Miért, Jani, én annyira ezzel elrontja, szoktam, de ezt nem ezzel szoktam kezdeni? De annyira elrontja az élmény. Janival mindig beszélgetünk, belépek egy menübe, és így... És én mindig mondom a nézőknek, hogy... De most ez nektek? Ez a menü... Most jó, persze ő máshogy vélekedik a játékról, de valaki ne mondja nekem azt senki, hogy tehát emiatt valaki mondjuk nem játszik a játékkal. Tehát az a betűstílus nem rossz, nem olvashatatlan. A legtöbbször, tehát akármilyen környezetben vagy este, nappal, bármi, el tud olvasni a küldetést. El tud olvasni. Tehát olyan nincs, hogy jaj, most a környezet miatt nem tudom, oda süt a nap, nem tudom elolvasni, túl kicsi, nem látszik rendesen, fura izé. Nem. Én 200 óra alatt egyszer se panaszkodtam, hogy kicsi lenne a betű, nem lenne jól olvasható a betű, nem lenne egyértelmű a küldetés, vagy hogyha megnyomom ezt a küldetésmenüt, mint ők, ez ne lenne egyértelmű, rákatintasz, menjem ott, hogy trekkeljebb, és mutatja, hova kell menni a küldetéshez. Itt is részletesen le van írva, hogy mi van. Szerintem ezzel semmi probléma nincs. Láttam már 100-szor rosszabb kivitelezést játékokban, amikért rengeteg pénzt elkérnek, mai napig sokan játszák ezeket a játékokat. Ez meg egy ingyenes játék, természetesen bele kell kötni a betűstílusba, természetesen bele kell kötni mindenbe, amiben csak lehet. Tehát, hogy én reakció, igen, reakció, de hogy nem gondoltam, hogy ennyire szétszedik ezt a játékot, hogy ilyen negatívan fognak ehhez hozzáállni, de ez mondjuk sok, tehát ez megmagyaráz, hogy az elején mi volt ez a reakció a játékkal kapcsolatban. Ez nagyon sok mindent megmagyaráz. Ne legyetek olyan hülyék, mint én, engem megöl. Az, ahol az objektívne, az a vékony betűtípus, így szar a betűtípus, így de kurva. Jó, itt kijelentette lesz, hogy őt zavarja. Oké, ez egy ilyen, jó, oké, és nem tudom. Tehát én tényleg nem tudom megérteni, hogy ez itt mi a baj. Szerintem tök egyértelmű, tök egyszerű. Tehát, hogy ennél egyszerűen nem tudnám én sem megoldani a küldetést. Még mutatja is egy kis ikon, hogy oda kell menni. Tehát, hogy... Én ezt hagyja benne egyébként, szerintem úgy ez volt a izében, a földi szendetben is. Lehet, ez ilyen nagyon alap. Tehát a The First, amiről most Pisti beszélt, a játék. Tehát, hogy én játszottam vele. Fatterom játszik vele, mai napig játszik vele. Tehát itt Pisti elmondja, hogy szerinte ebben a játékban a betűstílusok csak kinettéljen arra, hogy a küldetések mennyire bonyolultak, vagy hogy mennyire nehéz megszerezni dolgokat, mert most az előbb pont egy olyan játékot mondott, ahol aztán tényleg nehéz megszerezni. Tehát Faterom 5 percenként hívod engem, hogy nem tudja, hogy kell megszerezni egy alkatrészt, nem tudja, mit kell csinálni, nem tudja, hova kell menni, mert a játék azt mutatja neki, hogy menjen ide, mutatja a pinget, oda megy, folyamat csinálja újra-újra a küldetést, nem történik semmi, oda megyek, elolvasom neki, rákeresünk a neten, mert sokszor. Tényleg azt írja a játék, hogy menj egy A-ból B pontra, odamész, megcsinálod a küldetést, nem kapod meg, amit kell, beírod az internetre, és elmondják, hogy ja, az amúgy bugos, a játék hülyén mutatja, nem oda kell menni, hanem a mellette lévő cucchoz, ott kell ezt és ezt csinálni, és kész, és meg van oldva. Tehát ebben a játékban tényleg olyan, hogy a küldetésre nem szó, mutassa meg, hova kell menni, megmutatja, hova kell menni, és kész. Van olyan, hogy boss fightolni kell, meg kell ölni valamit, meg kell keresni valamit, az más, annak direkt az a lényege, hogy megölj valamit, megkeres valamit, itt viszont mutatja a térkép, hogy hova kell menni egy sárga kis pöttyel, tök egyértelműen leírja, hogy mit és hogy kell csinálni, úgyhogy... hát oké. Ezzel nem értek egyet velük. Ez ilyen alapcucc, amikor látod, hogy így, na. És tudod, és itt ülök az Aputest podcastben, és magyarázok arról, hogy srácok, a gameplay alapján ítéljetek meg gémeket, ne legyetek előítésre, de engem megölnek az ilyen... Jó, de azt is tegyük hozzá, hogy ez ingyenes játék. Ez még mindig egy ingyenes játék. Ingyenes játékban nem lehet sokkal jobb betűstílus, sokkal modernebb rész, de sokkal modernebben megvalósított menü, küldetésrendszer, de most... Értitek, amennyi content ebbe a játékba van, tehát a legkisebb probléma az legyen, hogy valakinek nem tetszik a menü. Jó, ne játsszal akkor a játékkal, de szerintem ez tényleg szőrszál hasogatás, hogy ilyen dolgokba belekötünk. Baromságok. Tehát még itt is kírja a képernyő közep, hogy kész a küldetés, melyik gombot nyom meg, hogy megkapd a rewardot. Tehát ennél egyszerűbben hova magyarázod el a dolgokat?
És az előbb még arról volt szó, hogy ne legyen túl zsúfolt a képernyő, ne legyen televágva minden hülyeséggel a képernyő, ez egy leegyszerűsített küldetésmenü. Értitek? Leírja a szöveget, mutatja, hova menjél. És ők azon vannak kiakadva, hogy ez mennyire most éppen, mennyire ilyen tök alapvető, egyszerű. De most akkor legyen tele a képernyő mindenféle infóval, vagy legyen egyszerű? Most akkor melyik? Nem tudom, mert így vagyok bekötve. Nézd meg a Journey Complete. De amúgy az meg egy kicsit Final Fantasy is volt, abban is ilyesmi a betűtípus. Abban is már, igen. Van ilyen hasonlít. Benne, igen. Igen. Van, de ott valahogy az egész játéknak a dizájnja meg a UI köré van. Jobban néz ki. Tehát Pist és Jani elmondják mindig a játékokban, hogy ne hasonlítgassuk más játékokhoz, mert hülyeség. Tehát valamit mindig hasonlítanak valami az emberek, valami a játékhoz. Ők ezt mindig elmondják, hogy ez ehhez meg ehhez hasonlít, mert mindenki ezt mondja. Oké, erre most ők gyakorlatilag egyből felhoznak egy játékot, hogy hasonlít rá a menü, vagy ez a kis küldetés, befejezős rész. Hát jó, oké. Például megnézed, láttatok, amikor a menüben voltam, ott ilyen tök korrekt betűtípusok voltak, és akkor így vissza tudod, mi a baj? Nagyon sokféle betű méret van a képen. Igen, nagyobb, bal oldalon. Jó, most ez itt lehet, hogy csúnyán néz ki egy kis képernyőbe, de hogyha belenagyítotok, vagy nagyban nézitek a videót, vagy mondjuk a játékba játszotok, ez azért ott a képernyő közepén olvasható, látványos, a háttérszín kiemeli a betűt, szóval, hogy ezzel nincs probléma. Itt most lehet, hogy kicsiben furán néz ki, de én itt szoktam videókat nézni. A kisebb, bal oldalon kisebb, igen. Alul még kisebb, az, ami nagyon gagyja. Jönnek igazából a Final Fantasy-be kapcsolatban, de csak ne beszéljél arról, te csak. Nem kértünk kommentárt a Final Fantasy-et. Arról nem. De igen, motor is van a méretekkel kapcsolatban amúgy igazad van, az durva. Nem tudom, megértettem. És miért van a Death Stranding hátizsákodban pillangó kisbaba helyett? Az a support peted, gyakorlatilag, tehát azt is ugye a peted, vannak combat petek, és akkor azokat is össze kell gyűjteni, és kiválasztod az, hogy melyik aktív, és én most egy kicsit vakon vagyok, de egyébként kínai fejlesztő cég csinálta ezt? Igen. Ez teljesen kizárt. Ide akartam kiukadni, hogy a sok achievement lista, a folyamatos bling-bling XP-t meg alapanyagot kaptál. Nagyon jó, de ne ide menjetek föl, az aputest mörcsit nincs fönn, mert meg akartam csinálni az átvezető linket, csak lusta voltam, de majd meg kéne csinálni. Szóval tipikusan ez a gacsa játékoknak ez a mechanikája megvan benne, hogy mindenért meg vagy jutalmazva, csillog-villog, mindenért kapsz lootot, folyamatos content frissítés van, tehát látjuk. Jó, ebben egyetértek. Tehát, ha most a gacsa játékokat nézzük, ezt nagyon sok játékát vette, és tényleg ebben is vannak hasonlóságok. Hát megcsinálsz valamit, akkor menüből mész, reward, közd össze a YouTube-odat, közd össze a Discordot, azért is kapsz jutalmat, Battle Pass-be is kapsz jutalmat, különbenyébe a Battle Pass menübe, szóval, hogy ezt alá támasztom, ez tényleg így van, tényleg vannak gacsa kacsa működési elvei a játéknak, ami szerintem is idegesítő, én nem szeretem, de hát elnézek fölöttem, mert amúgy a játék jó, tehát de azért örülnék neki, hogyha tényleg amúgy ez máshogy nézek ki, máshogy működne, de ja, ezzel mondjuk egyet tudok érteni. Live service a játék, nyilván. Ami egyébként nagyon durva, tehát hogy hetente van frissítés gyakorlatilag, tehát heti szinten is van, vagy két heti, nem, majd megmondják, aki. Heti szinten vannak frissítések, igen. Most jelenleg egy 6 hetes szezon van, ami azt jelenti, hogy 6 hét a max, és minden egyes héten egészen 6 hétig jönnek a frissítések. Ugye szezononként ez eltérő, lesznek rövidebb, lesznek hosszabb szezonok, vagy akár lehet, hogy állandó szezonok is lesznek. Azt, hogy ezt kibővítik-e a későbbiekben, vagy nem, mert ugye nagyon sok játékos jelezte, hogy ez neki kevés, az még változó, illetve ugye ez szerverenként is eltérő, mert van, ahol például Phase 2 van, nálunk például Phase 4 van, van, ahol már például Phase 5-be járnak, úgyhogy ez még annyira nem tiszta. Ó, oh, wow, úgyis be fognak szólni. Bosszok, nem is, igen, vannak ilyen word bossok. Az ilyen mindig áll a kezé? Gyakorlatilag. És miért attól jött elő, hogy megnyomtad azt a száraz taknyit? Azt nem tudom, hogy egyébként ilyen kedve lett. Fázist váltod. Igen, mondjuk ahhoz képest mekkora az irány. Sokáig nem tart. Meg annyit nem is sebez. Szóval, hogy abszolút ezt érzem rajta, hogy igen, kínai fejlesztő is a gacsa játékokból átvett jutalmazó mechanikákkal van teleszórva a játék.
És ami még oké, engem zavar, mert folyamatosan be kell klémelni a sok-sok jutalmat, és átláthatatlan a háttérrendszer egy ideig, nyilván megtanulod, de nagyon-nagyon jó, hogy tényleg ez a folyamatos content frissítés, mint a hetente, két hetente ilyen fázisokra van bontva, és szezonokra van bontva, tehát most az első szezon pörög, de nem tudom, két hét múlva, vagy három hét múlva már jön majd a második szezon, ami elvileg reszeteli a mapot, és lesz új map, meg új küldetések. Jó. Itt kijelentett, hogy elvileg, de nagyon fontos, olyan információkat nem közlünk úgy élőadásban, hogy olyan játékra, amivel alapvetőleg keveset játszottunk, alapvetőleg sok a negatív véleményünk, és még akkor mellé olyan információkat mondtuk elvileg, amit tudunk. Hát azért itt voltak fél informálások. Nem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogyha ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok ember néz téged, fontos, hogy nem mondjuk olyan információt, amivel nem vagyunk tisztában. Tehát akkor inkább mondjuk azt, hogy nem tudom, vagy nem vagyok tisztában vele, hangzódjon el, mert az, hogy elvileg, és elmondunk egy információt, ami későbbiekben egyébként okozhatja azt, hogy a játékos bázisnak egy bizonyos része, ezt kezdi el hangoztatni, az már kicsit nagyobb probléma. Tehát, hogy okádják bele a kontentet. De mondjuk ez jó. És igazából a megfejtés ezzel kapcsolatban így össze is állt, hogy miért játszanak sokan ezzel a játékkal, mert atom mennyiségű kontent van benne, folyamatos rewardok vannak benne, és mindenféle játékelem van benne, tehát ha te lőni akarsz és fegyvert gyűjteni, akkor azt csinálod, ha házat customizálni, meg fát vágni, építeni, akkor azt is tudod csinálni 50 órán keresztül, tehát borzasztó mennyiségű benne a kontent. Ha a minőségét nézzük, hát nem egy ilyen top quality, sem a lövés. Amúgy így az építés része jó, tehát hogy faszán snappelnek a dolgok, szép. Őszintén, szóval nekem pont az építés az, ami nem top quality, tehát azon lehet nem itt javítani. A boss fightok, az FPS mód, a harcok, a gránátok, az animációk, szerintem nincs velük baj. Kezdetben voltak, amikor kijött a játék, volt az úszás animáció, a lövés hangok, igen, ezekkel voltak problémák meg az animációkkal, azóta ezekre már jött frissítés, lecserélték. Én nem tapasztaltam olyasmit, hogy így játszottam olyan játékot, és fú, ez tök gagyi beütésű, és így fú, mi ez? Vannak érdekes dolgok, mint például a motornál, hogyha kanyarodsz, akkor nagyon folyamatosan sebződik a motor, mert kicsit hozzáér az aszfalthoz a motornak az alváza. Viszont ezt azért fontos kifejezni, hogy a valóságban a motorral ugye hogy kanyarodsz? Bedőlsz. Na most a játékban épp, hogy egy picit belősz, már sebződik a motorod. Tehát ilyen dolgok vannak, amit vélhetően majd javítani fognak, de én ennyire gagyi behatást, vagy ennyire ilyen jaj, olcsó kategóriás behatást nem éreztem a játék során. Itt dolgokat lehet építeni. Jók ezek a kraftolási mechanikák benne, tehát hogy egyébként jól működik. Nem tudnám azt mondani, hogy valami kifejezetten rossz a játékban, nekem vizuálisan nem tetszett nagyon. Nagyon sok volt a popin, nem tetszettek a textúrák, tehát itt kicsit jobban az asset flip érzés bennem volt. Nem állítom, mert fogalmam sincs, hogy mi is az nyomás a játék. Space, Jani? Asset flip? Melyik része? Ez nem az. Amúgy asset flip. Ez itt most, amit látom, csak te nem. Fogalmam sincs, hogy miről beszélek egyébként, nem tudom mi az. Hadd kegyózzak már egy kicsit! Amúgy Unreal Engine-es? Mert lehet, hogy mondtad, hogy nem figyelt. Unreal Engine minden az. Minden az. Nyilván hát akkor az. Itt a grass pakot megvették. Amúgy vizuálban nekem kifejezetten nehezebb szerintem fotorealisztikus játékban. Szerintem a grafika nagyon szép, nagyon látványos, ezt nagyon sokan megjegyezték, és lehet, hogy a játékban szelfiket, képeket csinálni, és azon belül meg még inkább egyedülre lehet ezt szavni. A játékot csutkalóbb grafikán játszom, szerintem úgyis baromira szép a játék. Hát igazából ez az ő véleményük, de szerintem ezzel nincsen probléma. Szép dolgokat csinálni, bármilyen hülyén is hangzik, tehát például a Bellworld-ben, ami szintén egy asset flippes játék, vagy ugye erről ment a diskurzus, igen. Ott így kevésbé zavart valahogy, igen, hogy nem nagyon sok olyan jó, mert kis rajzolt, kis mesés, meg például, tehát ezekben a stilizált játékokban kevésbé jön ki az, hogy folyamatos popin van mondjuk, vagy
hülyén vannak egymás mellett a fák, most ilyen random figyelj, dolgokat messze, én most itt szívózok, hogy asset flip, meg szívózok, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan a game, meg hogy ja, meg kínai, meg betűtípus, meg ilyenek. Tudod, hogy ezek nem sosem szokott zavarni, persze. Láttad az előző gémet. Bár ott tudod, következetesebb az árstyle. Nyilván. De kérdezhetek bele, mert valami érdekel. Bátra, hogy ne? Nem Unreal Engine, valaki azt írja, akkor elnézést, lehet, én úgy tudtam, hogy Unreal Engine. Nem tudom, hogy micsoda. Lehet, hogy egy... Én is úgy tudom, hogy Unreal Engine egyébként. Most az, hogy leírta ezt valaki, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy igaza van. Én arról tudok, hogy az Unreal Engine-es. Verziója annak, de hát, hogy egyáltalán fogalmam nem. Írjátok le nyugodtan, köszi Péter. Nekem fogalmam sincs. Amit akartam kérdezni, játszani milyen? Ha elkap ez az alap loop, akkor így megszokod azt, hogy oké, ez nem egy ilyen triplás quality lövésben, de streamen kívül játszottam egy kicsit multit vele, otthon családilag, és amúgy tök jó, tehát hogy el lehet benne abszolút lenni, úgy, hogy free to play a game, és nem pay to win egyelőre, pedig van benne ilyen nyitogatós mechanika, de nem tudsz venni, skineket tudsz venni a gamebe, csak és kizárólag, ami nagyon-nagyon szimpatikus, és várom, hogy mikor jön a csavar, hogy reméljük, hogy nem lesz csavar, és ez baromira jó, hogy elmondta Nessai. Ez hatalmas pluszpont, hogy ezt kiemelte. Hello, I am Jing Yong, and I will present to you this beautiful box of... Ja, az semmi pay to win nincs benne, és tök furcsa. Figyú, akkor vonjuk össze, tehát amit ezzel az egésszel. Tehát ez egy free-to-play játék, és akkor egyelőre a... Tehát nem lehet erőforrást venni, nem lehet kristályt venni, a progression nem lehet skippelni, skill pointot se lehet venni. Nem. Semmit. 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 Skineket. Tehát se a grindon, se a progressionon nem tudsz változtatni, nem. Csak skint. Igen. Te találkoztál más playerekkel? Igen, de nem nagyon figyeltem rájuk, tudod, hogy okay. Ilyen vagy. Okay. Ott így első, nem láttam, hogy így arra gondolsz, hogy vettek-e skint, volt-e rajtuk valami fancy igen, igen, ott vagy valaki. Az, hogy ők itt mikor játszottak, azt nem tudom. Én nagyon sok játékossal találkoztam a játék során, vettek skint, én is vettem skint, nem egyszer költöttem a játékra. Szerintem, akinek tetszik a játék, és szereti ezt a műfajt, mindenféleképpen támogassa a fejlesztőket, mert az, hogy ingyenes játék, így mondom egyébként, hogy tényleg nem pay to win, az baromira nagy pluszpont a játékfejlesztőknek, srácok, lányok, és az ilyen játékokat mindig megéri támogatni, és az is, hogy milyen gyakran jönnek a frissítések a játékhoz, aznak szintője pluszpont. Nem, mert tudod, én így az elején játszottam, és így a kezdőterületen így szerencsétlenkedtek velem együtt emberek. Szóval azért is mondtam, hogy én a játék eleje alapján tudok beszélni, mert nagyon sokan vannak az én közösségemben is, akik majd 80 meg 100 óra fölött járnak, és hogy ott mindenki, tudod, ilyen rózsaszín pillangóként rohangál-e, vagy ilyenek. Azt így nem tudom, tehát biztos teljesen más élmény a játék, amikor mondjuk nem tudom, modokat vagy fegyvert kell farmoljál. Így van, és ez egy nagyon jó pluszpont megint Nexai részéről, mert ő játszott MMO-kkal, ő komoly szinten nyomott MMO-kat, mint például a WoW-ot, és tisztában van vele, van valami szinten rálátás, hogy bizonyos dolgoknak a farmolása, például, hogy oké, a játékban van egy ilyen, kapargatod a felszínt, fejlődsz, csinálgatod a küldetéseket, dungeonözöl, de van az a szint, ahol a játékosok már szetteket, fegyvereket raknak össze, próbababán nézik a damage-et, bemennek a dungeonökbe, több milliókat sebeznek, mint mondjuk a WoW-ba, hogy ott van a sima dungeon, csinálgatod a küldetéseket, a sztorit, stb. És vannak azok, akik például a mythic dungeonöket csinálják. Értitek? Tehát most nem a kettő játékot próbálom hasonlítani, mert értem szerint ég és föld a kettő, de hogy így hasonlóságban, hogy itt is azért bele lehet nagyon-nagyon durván mélyen merülni a játékba, olyan mélyen, hogy csak így fogod a fejed, hogy Jézusom, most akkor milyen fegyver, milyen mód, milyen szett, hogyan sebezzek, milyen buffok, milyen potik, értitek? Nézd meg, a sebzésnél ez a betűtípus, tehát az a legrosszabb, hogy lehetsz valami, és kriten 500-at, és... Csúnya betű. Nem tudom, én szerintem ez egy jó és hasznos dolog, hogy látod, hogy a fegyver mennyit sebez, de... Ez már tényleg, az ő saját véleményük őket zavarja, oké, én nem tudom, hogy miért, de rendben. PvP van a játékban? Igen. Van. Ahhoz külön szerver kell, vagy ahhoz külön egy játékmód van? Van PvE és PvP szerver, hogy a PvP hogy működik, hogy bárki lelőhet-e útközben, vagy vannak speciális körülmények, azt nem tudom. Vannak külön PvP szerverek, ahol ha megnyomod a P betűt, aktiválod a PvP-t. Ilyenkor csak kizárólag azok a játékosok tudnak lelőni, akiknek ugyanúgy be van kapcsolva, illetőlegesen vannak PvP zónák, PvP eventek. Én sem játszok PvP szerverem,
de ezzel így tisztában vagyok, hogy ez így van. Illetőlegesen PvE szervereken is van PvE content, ez azt jelenti, hogy például van a Cargo, ez egy PvP event, ahol PvE szerven is van a játékosoknak lehetősége kicsit lövöldözni egymást. Egyébként PvE és PvP szerverek különböző contentek jönnek ki, tehát teljesen elkülönül a PvE és a PvP szerver egymástól. PvE szerverre mentem be, hagyjatok engem végén. Igen, de a PvP és PvPvE szerintem, tehát hogy ott is meg... Ja, persze, tehát van, mobok vannak. Mobok vannak, és szerintem az egy külön szerverem megy, igen, és akkor igen, úgy. Az biztos, hogy PvP van. PvP szerverem van, var. Oké, okay, köszi az infosrácok, nagyon aha, szépen köszönjük. Nagyon köszi Péter neked is, hogy elmondtad hány óra van a game-be. Az is fontos. De igen, akkor az a lényeg, hogy van egy ilyen aspektusa is, mert hát miért lett volna, gondoltam, igen, hogy van benne. De akkor azt mondod, hogy játszani egyébként így el tudja kapni az embert. Igen, tehát hogy az tipikusan az a game, én is, amire így néztünk gameplayt, hogy nem néz ki annyira jól, 25 ezredik survival game, undorító a UI, most ebben mi lesz, de az van, hogy tényleg annyi minden van. Én tényleg nem tudom, mi a baj a UI-ja. Ránézek a képernyő közepére, én nem veszem észre azt, hogy bármi van itt a képernyőben. Ha igen, ránézek a sarokra, vagy ide, akkor igen, ott vannak elemek. De ha játszok, nem veszem észre. Tehát kajak belolvad a környezetbe. Content szinten belepakolva, és annyira pörög a live service része is, hogy most jár azt hiszem a negyedik fázisában a game, ezekben a mini fázisokban, aztán még jön a season vált, és értem, miért játszanak ezzel az emberek, mert az alap gameplay loop van annyira jó, mint egy átlagos ilyen hasonló survival MMO játékban. De ez az érdekes, amit mondasz, ez az érdekes abban, hogy úgy free to play, ahogy mondtad, hogy aha, amúgy meg a grind részében meg ugyanaz az élvezeti érték van, mint mondjuk egy fizetős játékban. Igen. Mondjuk így megértem, hogy ilyen sokan szeretik, hát ez tényleg jó. És tényleg nem csak a grind része. Tehát még egyszer tegyünk ki arra, hogy ez a játék ingyenes. És annyi, tehát ugye erre már kitértem a videó egy bizonyos részében, minőségi content van a játékban. Tehát nincs az, hogy fát vágsz, követ bányász, és jaj, ez az ilyen nagyon ilyen undorító, ilyen béna, hogy néz ki, nem. Tényleg élvezetes bányászni, élvezetes fát vágni, élvezetes építeni, élvezetes bossozni. Ha a sztorit akarod olvasni, van egy tök jó sztoria a játéknak, érdemes olvasni a küldetéseket, a párbeszédeket. A lootolás rendszer is teljesen jól meg van csinálva a játéknak. Részletes a játék, jól kidolgozott a játék, és ingyenes játéktól úgy, hogy nem pay to win, én ilyet még nem tapasztaltam, és szerintem ez minden idők egyik legkirályabb játéka lett 2024-ben. Nagyon régóta nem kaptunk ilyen játékot, és szerintem ez mindent visz. Ez mindent visz. És ezt mondom úgy, hogy én vovoztam, metineztem, nagyon sok MMO-val játszottam, és gyerekek, ez ingyenes, és tényleg egy rossz szavam nincs a játékra. Egy rossz szavam nincs a játékra. Szerintem az MMO-s közösséget is meg tudja fogni, mert tehát tulajdonképpen MMO a játék. Így és van. Azért, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, az MMO-kat nem annyira azért szeretjük, akik szeretik, mert olyan soha nem látott kombatrendszer és gameplay mechanika van benne, és azt a szintet meg abszolút megüti. Így van, és én nem úgy imádom az MMO-kat, és ebben a játékban, hogyha esetleg hasonlót kerestek, mint a WoW, hogy Dungeon, Hard Dungeon, Pro Dungeon, meg tudjátok tenni. Tehát itt is vannak Dungeon fokozatok. Vagy vannak Prime War-ok, mint mondjuk World of Warcraft-ban a World Boss-ok, hogy van egy nagy boss, és az egész szerver azt töri. Vannak ilyenek is. Vannak küldetések is, mint egy rendes MMO-ba, felveszel a küldetést, megcsinálod, stb. Vannak modok a fegyverekre. Ez azt jelenti, mint mondjuk mint a kövek a játékokban, hogy a fegyverbe beleraksz egy követ, hogy plusz 6-tal többet sebezzen. Vagy mondjuk enchantot plusz rakni a fegyverre, értitek? Most itt próbálom más játékokhoz hasonlítani. Tehát enchantolni, kövezni például a fegyvert. Persze itt nem úgy néz ki, itt kalibrációnak hívják, meg modokat raksz a fegyverbe. Illetőlegesen tényleg, tehát baromira színes a játék. Tehát bossok terén is rengeteg van, vannak silók is, járművek is vannak, tehát tudsz kocsit, motort, bármit igazából tudsz vezetni, mondjuk lovak, meg sárkányok helyett. Úgyhogy tényleg, tehát hogy farmolni is ugyanúgy kell modokat, fegyvereket, szetteket kell összerakni, hogy tűzsebzés, vízsebzés, éppen amelyik. Úgyhogy van content bőven a játékban. Ez 100%. Na itt vagyok, srácok, lányok. Folytassuk is akkor a videót. Nyilván így azok néznek rá ferde szemmel, akik triplás story game-eket szoktak főleg játszani, és akkor nézed, hogy hogy néz ez ki, mit csinálsz, meg hogy rúg vissza a fegyver. Most értsd jól, aha, és nekik tényleg fura, de hogy nem elsősorban annak a közönségnek szól, viszont egy MMO-s survival-ös közönségnek, meg tényleg
megüti azt az alap minőségi szintet, amit azok nagyjából de hoznak, viszont nem. Tízszer annyi kontent van, sőt, százszor annyi kontent. Nem csak, hogy megüti az MMO Survivor szintet, hanem egy minőségi szintet üt meg. Tehát vannak ennél fizetősebb, vagy fizetős, vannak olyan Survivor játékok, amik fizetősek és sokkal rosszabbak, kevesebb kontent van bennük, és ez vonatkozik ugye az MMO-kra is. Főleg a mostani újabb MMO-kra, hát azok, hú. Kontent van benne. Amúgy meg. És amúgy most, hogy láttál ott ilyen embereket, meg is tudtad őket támadni? Szerintem a PvE szerveren vagyok. Ja, hogy azon a szeromban. De a másik szeromban szerintem. De van PvP. Egyből, mondjuk rálőttem emberekre én is, de hogy direkt én PvE szerveren. De nem tudom, ha nem vagy PvP szerveren, akkor nem tudod. Ja, értem. Nem, hát így nem mész streamerként PvP szerveren, mert nem akartam, hogy 3 óra abból álljon ki, hogy tíbegelnek engem a nézők. Igen. Gyanús, hogy az lett volna, igen. Igen. És sokféle fegyvertípus van, mi a sniperek, SMG-k, AR. Egyébként a közösség legalábbis a mi szerverünkön, illetve nálam azért a közösség elég segítőkész. Tényleg segítenek egymásnak, nem csak a magyarok, hanem a szerveren a külföldiek is. Behívnak dungeonökbe, chatten folyamat segítenek egymásnak az emberek. Ez lehet, hogy így csak az elején van most így, de szerintem egyébként, szerintem nagyon jó a közösség a játék körül. Erek, mili fegyverek. Mindéket lehet boostolni, modolni. Kiadja ki ezt a gémet? Nem tudod véletlenül? Foggal. Már is nézem. Nekem most valami gyanús lett. De igen. Hogy valami ismerős ez a felépítés? Felépítés? Nem sok minden az ismerős, de ez van. Nem tudom, hogy ki a kiadja, azt tudom, hogy igen, nagy kínai fejlesztésű a gém, és elvileg nem csak, hogy nem pay to win, a fejlesztők gyakorlatilag a felmenőikre esküdtek, hogy soha nem lesz pay to win a játék, és a kozmetikai cuccokból akarják fönntartani. Uh-huh. Számomra az érdekes, hogy tényleg nagyon sűrű jön content update hozzá, és hogy mekkora csapat lehet mögöttük, hogy ezt hogy akarják tartani, ezt az ütemet, mert tényleg így 2 hetente kerülnek be új cuccok. Hetente kerülnek be cuccok, és egyébként tényleg ezzel a későbbiekben lehet probléma a fejlesztők szempontjából, de ha ezt egy kicsit ritkítják is, szerintem az, hogy ilyen gyakran jön update a játékhoz, és frissítik a játékot, le a kalappal. Illetve még amit így érdemes lehet tudni, hogy abból volt kicsit nézeteltérés, kontroverszia, hogy az angol mondja, hogy ugye a season-ökkel reszetelni akarnak. Hát nem mindent, mert megmaradnak a receptjeid, megmarad a házad elmentve, de hogy a mapot így letarolják, és hogy... Na ez viszont jó, hogy erre kitért, mert legutóbb, amikor ebbe belekötöttem, ott nem, ezt nem magyarázt el, de igen, tehát ez tényleg nagyon sok ember triggerel. Elvileg új map is jön rá egyből, mert... Nem jön új map, tehát van rá kicsi esély, de az, hogy minden egyes szezonváltáskor új map jön be, hát én ezt kötve hiszem. Új küldetések. Tehát minden, amit építesz, az... Igen, de egy nagyon jó dolog egyébként, bármilyen nevetséges. Én is itt ízeltem, hogy ez egy ilyen rohadt nagy open world, és milyen idegesítő egy survival game, amikor megépíted a bázisodat, mindig majd kiderül, hogy egyébként már a map másik végére kell menni. Itt egy az egybe így föl tudod emelni a házadat. És oda visz, tehát elmented a házadnak a receptjét, és bárhol máshova ugyanúgy lerakod az egészet. Az egyik helyről fölveszed és átrakod. Szóval, ja, hogy 6-7... Az... És akkor arról minden is beszélünk, van olyan autó, amire tudsz házat építeni. Tehát, hogy igen, ez hatalmas pluszpont egyébként a játék részéről. Én ilyet még nem láttam ide a játékokba. Hiszem, az a terv, hogy 6-7 egy season, segítsetek majd a cseten, és minden... Jelenleg a mostani, igen. Season végén reset van. Tehát mondja meg egy ilyen vibe, ami amúgy az inventory-re is vonatkozik? Az inventory-d azt hiszem igen, de hogy ugye a receptek, amiket már megszed... Át lehet vinni bizonyos dolgokat az inventory-dból is, de nem mindent. Resztél, hogy baszó fegyvert kraftolja, azok azt hiszem megmaradnak. Értem. És hogy a 6-7 az nagyon rövid idő, és így, hogy vibe-olni, és mindig új küldetések, meg új tartalmak is jönnek be. Na jó, de dolgoztatni kell a játékos bázist, egy free-to-play game nem megérni. Azt hittem, hogy nem a játékos bázist fogod mondani, hanem ez egy csájnás poén lesz. Nem. Dolgoztatni kell. Tehát egy jó üzletpolitikát felépítve egy free-to-play modellre, azt úgy lehet érvényesíteni, hogyha dolgoztatod a játékost, mint az állat. Erről nagyon sokat beszéltünk bármilyen live service game-nél, a PUBG-nél láttuk leginkább, hogy mennyire nagy baj, hogyha nem tudod a játékot. Ugye nem tudod rávenni arra, hogy minden nap belépjen, legalább, tudod, megcsinálja... Mi az? Ja, az
Zelda Glide is van benne, ezt minden csak így van. Hívom. Minden van ebben a gémben. Jó, ez tényleg hasonlóság. Nagyon sok hasonlóság van a játékban, nagyon sok dolgot merítettek innen-onnan, de szerintem jól összegyúrták őket egyébként. Tényleg. Mindenből egy kicsit. És mondom, hogy kínai, de elnézést kérek. Nekem már erre van egy bejátszásom streamen, de... De van, minden van, mert az a lényeg, hogy a Barbie babának, hogyha a térdénél lehajtod, akkor fog kefelt. Igen. Tök mindig. Na, de ez a game minden ilyen. Van. Úgyhogy értem a lelkesedést. De most már én is értem a lelkesedést, meg jó, hogy így elmondtad ezt a dolgot. Most oké, hogy érted, szívózzunk itt a játékkal, hadd szívózzunk, nekünk már lehet, mert már öregek vagyunk valamennyire. De ja, én is értem. Így, hogy ingyenes, és ennyi órát bele lehet ölni, főleg, hogy a gameplay loopnak egy nagy része az a fajta gameplay loop, amit amúgy én is szeretek, kivéve a Survivor részét, hanem az, hogy meg kell csinálni mindent, találd meg az összeset, találj egyre jobbakat, stb. Szerintem teljesen ott van a szerep. Menő. Nagyon rámentek a fejlesztők tényleg arra, hogy melyik játékos mit szeret a videójátékokban csinálni, amivel le lehet kötni gyakorlatilag úgymond agyatlan játszadozásra órákig, és az összes ilyen gameplay loopot megpróbálták belerakni ebbe a gamebe. Igen, és akkor ez PC-n és mobilon is van. Én úgy PC-n van, mobilra nem tudom, hogy már megjött-e, mert nem együtt launcholt mobil. Még nem, de tervben van, tehát hogy már igen, hamarosan érkezik. Mobilon, tehát szerintem lehet, hogy most már megjelent telefonra is, és jön majd konzolra is, elvileg. Konzol megjelenésről fixen nem tudok, de amekkora sikere van a játéknak PC-n, és majd lesz remélhetőleg telefonon is, szinteben én is 100%-ig biztos vagyok, hogy fog konzol is jönni. Legalábbis gondolom, hogy szeretnék minél több. Még nem jött mobilra. Jó, de hogy az jön, az már be van jelentve a konzol, még azt hiszem nincs bejelentve. Így van, az még nincs. A mobil az be van jelentve. Ha szeptembertől fog érkezni. Jó, szuper, valahogy éreztem egyébként, hogy lesz ez. De elmennyit. Úgyhogy, Once Human. Erre tipikusan vonatkozik, a ingyé megéri. Na jó, srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg. A leíráson nyugodtan írjátok le ti is a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Én szerettem volna lereagálni ezt a One Siemens-es részt a játékkal kapcsolatban, hiszen láttam, hogy azért pár dologhoz én is hozzá tudok fűzni dolgokat. A videót természetesen megtaláljátok a leírásban, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, lányok, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!